Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Pedofília. Saját lányát erőszakolta meg hetente többször éveken át az öcsényi férfi. Innovációs fórum. A KKV-k majd 80%-a nem költ fejlesztésekre. Szennyvíztelep rekonstrukció. A tervek szerint halad a munka. Sportfejlesztés. Új eszközökkel bővült a dombóvári tűzoltóság edzőterme. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Saját kiskorú lányát erőszakolta meg rendszeresen éveken át egy öcsényi férfi, a lánynak hetente többször is el kellett szenvednie a kegyetlenkedést. A brutális szexuális bűnözőt végül Angliában fogták el a rendőrök, a férfi ügyében keletkezett iratanyagot a rendőrség most adta át az ügyészségnek. Vezetőszáron bilincsben kísérték a Ferihegyi repülőtéren a Tolna megyei nyomozók az Angliában elfogott szexuális bűnözőt. A 41 éves férfi éveken át kényszerítette szexuális együttlétre a saját lányát. 2018. augusztus 1-én került rendőrkézre, majd augusztus 3-án a szexádi járás bíróság letartóztatásba helyezte a férfit. A férfi számos szexuális bűncselekményt követett a saját gyermek ellen. Hetente többször különböző módokon kényszerítette a lányt, volt, hogy erőszakkal vette rá az aktusra. A borzalmak, amikről fényképek is készültek, 3 éven keresztül tartottak, mire a lány beszélni mert róluk. 11 éves kora óta rendszeresen szexuális együttlétre kényszerített a gyermek ellen, gyermek akarata ellenére. Ezért a férfival szemben kollégáim szexuális erőszak büntette, kiskorú veszélyeztetése büntet, valami gyermekpornográfia büntet elkövetése miatt indítottak eljárást. A pedofíliával gyanúsított öcsényi férfi azóta már előzetes letartóztatásban várja az ügyében kezdődő tárgyalássorozatot. Két személyautó ütközött össze szerdán kora este a 6-os úton Bonyhád közelében, a balesetben 2 sérültek meg. A helyszínen és mentés idejére az útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben, nagyjából 1,5 órán keresztül. Magyarország az Európai Unióban a gyenge innoválók közé tartozik, a kutatás-fejlesztésre a KKV szektor 80%-a nem fordít forrásokat. A Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal a Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával országos rendezvénysorozat keretében ad tájékoztatást a szektor résztvevőinek és méri fel az igényeket. Tolna megyei szervezetek kutatási és fejlesztési céllal 2015 és 18 között 49 projektet bonyolítottak le 5 milliárd forint értékben. A vállalati támogatások 80%-át kis- és középvállalkozások kapták. A nemzetközi összehasonlításban Magyarország a gyengén innováló országok közé tartozik. Sebő Katalin, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal alelnöke azt mondta, 9 olyan témakört dolgoztak ki, melyben a fejleszteni kívánók pályázati lehetőségeket találhatnak. Természetesen a források azok fontos tényezőt jelentenek, de ugyanakkor például a szakképzett munkaerőt is jelezték. Ezért is kerül például a fórumon többek között bemutatásra a duális képzés, annak a lehetőségei, előnyei, vagy a szakképzési centrumok szolgáltatásai, illetve a felsőoktatási intézmények által biztosított kutatásfejlesztési innovációs szolgáltatások is. A fórumot megnyitó Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke arról szólt, az önkormányzatok számára is fontos az innovatív gondolkodás. Nagyon sokfajta polgármester van, jön, dolgozik, és hoz magával mindenféle tudást. És az innovációra óriási szükség van, hiszen ezeknek a polgármestereknek valamilyen módon azért fogni kellene a kezüket, és be kéne vezetni őket, hogy is mondjam, a tudásnak abba az irányába, milyen lehetőségek vannak. Hiszen ezek a polgármesterek, a mi polgármestereink meghatározzák annak a településnek a jövőjét, hogy milyen irányba fog fejlődni. Nagyon sokszor hiányzik az a tudásbázis, amire hosszú távon területfejlesztés tekintetében lehetne meghatározni egy-egy területnek a fejlődési lehetőségeit. És itt pedig a tudományos előrelépéséget és az innovációt mindenképpen be kell vonni az önkormányzatok életébe. Az Országos Innovációs Fórumot a megyei kereskedelmi és iparkamarák bevonásával szervezte az Innovációs Hivatal, mert megítélésük szerint ők rendelkeznek azzal a kapcsolatrendszerrel, amelyen keresztül átadhatóak a szükséges információk.
A Paksi Energetikai Kerekasztal tagjai találkoztak ismét, hogy szaktudások és tapasztalataik alapján beszélgessenek a Paks 2 beruházásról. A legutóbbi témájuk az elmúlt évben tapasztalt extrém környezeti feltételek kihívásai a Paksi atomerőmű tükrében volt. Most az új blokkok adta feladatokról, kérdésekről és azok megoldásának lehetőségeiről beszélgettek. A Paksi Energetikai Kerekasztal témája most a Paks 2 beruházás volt, széles perspektívából vizsgálva. Márta Imre meghívott vendégként tartotta előadását, aki a projekt fontossága mellett kitért észrevételeire is. Nem vagyok annak híve, hogy Magyarországon vagy Pakson elkezdjünk meghonosítani egy nem orosz technológiát. Ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, csak egyszerűen mi ezt ismerjük. Mármint, hogy az itt élők és itt dolgozók ezt ismerik, méghozzá nem is akárhogy, nagyon-nagyon jól ismerik és jól működtetik. Ugye a paksi blokkok nem véletlenül vannak benne mindig a világ legbiztonságosabb blokkjai között. A megjelent nyugdíjas atomerőművi dolgozók és a nukleáris iparban jártas szakemberek egyöntetű véleménye volt, hogy Paks 2 nélkül a jövőben a kapacitás fenntartása nem megoldható. Nemzeti érdek, hogy az ország áramellátása időjárástól függetlenül biztosított legyen, és ehhez az új blokkok megépítése szükséges. Nyilván bizonyos késések minden erőmű, de atomerőmű építésnél ismertek és szokásosak, sajnos, de én szerintem nincs alternatívája a Paks 2-nek, úgyhogy ezt mindenféleképpen meg kell építeni, ez nemzeti érdek. A volt MBM vezérigazgató előadását követően gondolataikat, kérdéseiket osztották meg az egybegyűltek, és beszélték át saját ismereteik alapján az évszázad beruházását. A tervek szerint halad a szennyvíztelep rekonstrukciója Bonyhádon. A beruházás és kivitelezés részleteiről tartotta a város vezetése és a kivitelező cég képviselete tájékoztatást lakossági fórum keretében a Völgységi Városban. 1,8 milliárd forintot nyert Bonyhád a szennyvíztelep rekonstrukciójára. A beruházásban érintett nem csak a Völgységi Város, hanem Nagymányok, Kakas, Cikó és Kismányok is. Mert maga a szennyvíztelep az itt található a városban, és a pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy a vezeték rekonstrukció is egy 5%-os mértékben megvalósuljon, ez érinti az említett két települést is. Maga a projekt az 1,8 milliárd, magára kivitelezésre, az építkezésre nagyságrendileg 1,5 milliárd forint az, amit fordítható. Az érintett településeken a szennyvíz kezelési feladatokat a Mezőföldvíz Kft. Látja el. A lakossági fórumon a kivitelezők is tájékoztatták a projekt részleteiről a megjelenteket. Kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a szennyvíz tisztítás és annak a technológiai háttere újuljon meg. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb. Természetesen vannak olyan feladatok, mint mondjuk a szakhatáscsökkentés, és vannak hálózati rekonstrukciós feladatok is a pályázatban. Itt a szennyvíz tisztító telep jelenti a legnagyobb részt, tehát azt hiszem, hogy ez a 1,5 milliárdos, több mint 1,5 milliárdos beruházás azért elég jelentős fejlesztést fog megvalósítani ezen a területen. A hálózat rekonstrukció is ugyanolyan fontos, de hát az kisebb volumenű. A kivitelezési munkákat várhatóan ez év végén befejezik, utána egy 6 hónapos tesztidőszak következik. Az üzemeltetők a fórumon hangsúlyozták, az új szennyvíztisztító telepre való átállás nem jár majd szolgáltatási szünettel, a szolgáltatás zavartalan és folyamatos lesz. Új építési telkeket jelölnek ki Szekszárdon a Dicenti Dezső utcában a város képviselő testületének gazdasági és pénzügyi bizottsága most hagyta jóvá helyiek ezzel kapcsolatos kérelmét. Az ott lakók azt kérték, hogy a város vezetése jelöljön ki egy hivatalosan útként bejegyezhető területet, amire az önkormányzatnál rá is bólintottak, ám az út végére kijelölt két új építési telek közművesítésének a költségeit a kérelmezők fizetik, nem a város, így szól a megállapodás. Ez azért érdekes, mert általában a telek tulajdonosai, mivel telekként adnak el olyan egyébként szántó területet, vagy szőlőterületet a fejlesztésbe, amiből nyilván a bevételük nagyobb lesz a házhely miatt, mert kereslet van óriási a városba építési területekre. De most valahogy úgy kellene megoldani közösen a leendő tulajdonosokkal, hogy ők ezt saját maguknak építsék is ki, erről döntött a bizottság. 7%-kal többet költöttünk élelmiszerre 2018-ban, mint egy évvel korábban egy friss felmérés szerint. Így az ilyen termékekre tavaly összesen 1835 milliárd forintot fordított a magyar lakosság, vagyis fejenként nagyjából 187 ezer forintot egy év alatt. Élelmiszereken belül a legtöbbet feldolgozott húsipari termékekre költöttünk, főleg a sonka, a szalámi és a virsli iránt nőtt a kereslet.
Az átlagosnál jobb fizikummal kell rendelkeznie annak, aki tűzoltópályát választ. Az alkalmassági vizsgán nem elég átmenni, meg is kell tudni őrizni a fizikai erőllétet. Elég a 30 kg-os bevetési ruhában való tűzoltásra gondolni. Mindhárom Tolna megyei hivatásos tűzoltóságon kialakítottak konditermet, így a feltételek adottak ahhoz, hogy a tűzoltók meg tudják őrizni fizikai erőllétüket. A dombóvári edzőterem a közelmúltban bővül egy új evezős ergométerrel. Napokig izdott az az 1600 szalmabála, ami 2 éve nyáron gyulladt ki Paks mellett. Az ilyen tüzeket nem könnyű eloltani, van, hogy napokig elhúzódhat a munka. Többek között ezért szükséges a fizikai erőnlét a tűzoltói munkához, amit rendszeres edzéssel érnek el. Itt a dombóvári tűzoltóság konditermében is nagy a forgalom délutánonként. Az 5 éve tűzoltóként dolgozó Nagy Kornél éppen azt az evezőgépet próbálja ki, amit a közelmúltban kapott a tűzoltóság. Azt mondja, minden szolgálatban meglátogatja a termet, és másfél órát edz vagy fut egyet a tűzoltóság melletti pályán. Számos kár esetnél szükségünk van a fizikai képességeinkre. Például az egyenruhánk is közel 30 kiló, eleve azt cipelni se egyszerű, főleg, hogyha föl kell menni valami nagyobb dombra, vagy akár a 4. emeletre létrát mászni, illetve van, hogy több órán keresztül kell fizikailag dolgoznunk. A dombóvári konditermet 2014-ben újították fel, és azóta minden évben vesznek ide új eszközöket. Az itt dolgozó 54 tűzoltó rendszeresen használja a konditermet és a szabadtéri eszközöket is, mondja a tűzoltó parancsnok helyettes. A sportolás egyrészt hivatásuknak tekintik mind a fiúk a tűzoltói munkájukat, illetve az életmód változtatás, szinten tartás miatt is komoly sportolási tréningeken vesznek részt, készülnek versenyekre. Mindhárom Tolna megyei hivatásos tűzoltóságon kialakítottak konditermet, így a feltételek adottak ahhoz, hogy a tűzoltók meg tudják őrizni fizikai erőnlétüket. Drámai véghajrában csak a hosszabbításban bukta el a továbbjutást az Európa Kupa negyed döntőjében az atomerőmű KSC Szekszárd Spanyolországban a Girona otthonában. Az összesítésben csupán 1 ponttal, 153-152-vel. Meglepően szervezett volt a kékmezes Szekszárd a Girona otthonában. Amint egy 4000 spanyol drukkel sokáig elképedve vette tudomásul, itt és ma csapatuk nem nyer esetleg, vagy csak annyival, 6-nál kevesebbel és kiesik. Ennek szélén álltak, amikor 20 másodperc volt vissza a rendes játékidőből, és nem volt elég a sárgáknak a szimpla, a dupla, csak triplával tudták életbe tartani továbbjutási reményeiket, vagyis hosszabbításra menteni a meccset. Legjobbjuk Hampton megtette ezt, belőtte a triplát, amire Studer passzából a Szekszárd legjobbja McCall sem tudott válaszolni, így maradt a 6 pontos különbség abszolút egál a 2 meccs alapján. Az 5 perces hosszabbításra maradt a döntés. Erre már fejben, mint utólag kiderült, nem volt úgy ott a KSC, mint eddig az egész mérkőzésen. Annak ellenére, hogy Bishop már az utolsó negyed közepén kipontozódott, és McCall is 4 falttal játszott hosszabb ideje, mégis éltek a remények a hosszabbítás első felében. Fél perccel a vég előtt 80-73-nál támadhatott a szekszárdi csapat. 6-7 másodperccel a zárás előtt Studer egy elzárás után nem találta gyűrűbe, és a lepattanó is a sárgát élet. Girona Szekszárd az összesítésben 153-152. Micsoda óriási pek, hogy egy árva pont döntött a továbbjutásról a spanyolok javára. Regionális híreink következnek. Gazdasági együttműködés a déli államokkal, fórumot szervezett a megyei önkormányzat Pécsre. Telepítik a dokkolókat, júniustól használható az e-közbringa rendszer. Tovább erősítenék a nevelőszülői hálózatot, Nagybajonban népszerűsítették a hivatást. Erősíteni akarja a Baranyai önkormányzat a szomszédos horvát és a közeli bosnyák területeken működő gazdasági társaságok és a helyi vállalkozások együttműködését, ezért döntöttek úgy 1 éve, hogy üzleti fórumot szerveznek Pécsre. A 3 oldalú találkozón gazdasági és politikai döntéshozók vettek részt szerdán a megyei önkormányzat dísztermében.
Magyar, horvát és bosnyák politikai vezetők, gazdasági vezetők, cégek képviselői találkoztak szerdán a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. Az eseményen részt vett a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke, a megye országgyűlési képviselője. A magyar kormány partnerként tekint mind Bosznia-Hercegovinára, mind Horvátországra és az ottani vállalkozásokra. Magyarska vláda u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, odnosno poduzetnicima i tih zemalja vidi svoje partnere. Baranya megye és Pécs pedig a déli gazdasági kapcsolatok kapuja. A megyei elnök már régóta szorgalmazza a gazdasági együttműködést a balkáni országok cégeivel, politikai vezetőivel. Az elmúlt egy évben tudatosan terveztük azt, hogy a kapcsolatunkat erősítjük Horvátország összes megyéjével, zsupanokkal és testvérmegyei kapcsolatot alakítunk ki Hercegovina, Neretva kantonnal. A találkozónak már gyakorlati eredménye is volt. Több mint 70 vállalkozó van ma jelen itt ezen a fórumon. Na, a fórumon már azt mondom, hogy is ott 70 Vannak türelmetlenek is köztük, akik már tegnap találkoztak és üzletet kötöttek. Ez egy több 10 milliós építőipari együttműködés, számolt be az elnök. Az üzleti fórum következő találkozóját majd Horvátországban tartják. Eszéken kerül sor a következő eseményre, ahol szintén a gazdasági kapcsolatok erősítése lesz a cél. Megkezdődött a Pécsike Fantázia nevű pécsi e-közbringa hálózat dokkolóinak telepítése. Pécset jelentette be Páva Zsolt a Baranyai megyeszékhelyen a Kossuth téri dokkolóállomásnál. A projekt keretében 70 darab elektromos kerékpár érkezett Pécsre. A tárolóberendezések műszaki átadása áprilisban kezdődik. Júniustól már használatba is vehetik a bicikliket a város 7 helyszínen kialakításra kerülő dokkolóállomásokról. Pécsike. Ezzel a fantázia névvel látták el a pécsi e-közbringa rendszert. A dokkolók telepítése már megkezdődött. Szerdán a sajtótájékoztató keretében mutatták be az eszköz működését. A kivitelező cég projektmenedzsere elmondta, két kategóriába sorolják a felhasználókat, alkalmi és rendszeres. Aki alkalmi felhasználó, az egy jegyet vált meghatározott időintervallumra, ez lehet 24 óra, 72 óra, vagy egyéb időintervallum. Ők egy regisztrációt követően, illetve a díj befizetését követően egy 8 számjegyű PIN kódot kapnak az SMS-ükre, SMS-ben. Ezt kell beírni a dokkolónál található vezérlő oszlopba, amely érintőképernyős. Ezután már használható is az elektromos bicikli. A rendszeres felhasználók a regisztráció után egy Pécsike plastikkártyát kapnak. Ezt csak hozzá kell érinteni a dokkolóhoz, és már is használható a kerékpár. A tájékoztatón Páva Zsolt polgármester elmondta, a műszaki átadás áprilisban kezdődik, így júniustól már használhatják a pécsiek a rendszert. A Pécsike 7 állomáson keresztül fog közlekedni a Zsolnai negyedtől egészen a egyetemi részig, a nyugati város részig, a klinikákig. 7 állomáson lehet majd kerékpárokat fölvenni vagy letenni. A polgármester hozzátette, eddig 30 kilométernyi kerékpárút épült a Baranyai megyeszékhelyen, amit tovább bővítenek majd. Újabb 10 kilométernyi nyomvonalat hoznak létre a következő 2 év során. Páva Zsolt hangsúlyozta, szeretnék, ha minél több pécsi polgár használná az e-közbringa rendszert. Megerősíti a kormány a nevelő-szülői hálózatot, hiszen országszerte több ezer gyermek vár szerető otthonra. A program célja, hogy lehetőség szerint minél többen családban nőjenek fel. A keddi Nagybajomi Fórumon is a hivatást népszerűsítették, ahol a nevelőszülői munka fontosságára és népszerűségére hívták fel a figyelmet. Átölel, és azt mondja, anya, nagyon-nagyon szeretlek. Keresztné Bezzeg Anita már vállalta a nevelőszülői hivatást. 2 vér szerinti gyermeke mellett jelenleg 4 másikat is nevel. Szerinte ehhez a munkához elengedhetetlen a szeretet, az empátia, a megértés. Anita számára nem ismeretlen ez a világ, hiszen beleszületett ebbe az életbe. Édesanyám a példa előttem, ő most jelenleg 62 éves, és 24 évet csinálja, és jelenleg is nevelőszülő, és ők már felnőtt gyerekei vannak. Testvéreim, és mai napig hazajárnak. Igazából édesanyám a központ, a fészek, úgyhogy igen, előttem a példa, hogy nagyon-nagyon sokáig, és ez nem úgy van, hogy ma csináljuk, holnap nem, ez egy életre szól.
Magyarországon jelenleg 23 ezer gyermek van a gyermekvédelmi rendszerben, kétharmaduk nevelőszülőknél, közel 8 ezeren pedig valamilyen gyermekotthon lakójaként. A szakembereknek meggyőződésük, hogy a vérszerinti szülőktől kiemelt gyermekek fejlődésében az érzelmi kötődés, a bizalom kiépítése szempontjából nagyon fontos, hogy családban nevelkedjenek. Ezért indította el a kormány fél évvel ezelőtt a Befogadlak nevelőszülői programot. Az, hogy valaki nevelőszülőré váljon, ahhoz ugye alapvetően azt gondolom, hogy két dolog fontos. Egyrészt, hogy a társadalom erről mit gondol, tehát amikor nevelőszülőket keresünk az ilyen rendezvényeken, akkor hamar szembesülünk az, hogy sokan nem ismerik, hogy micsoda. Ha ismerik, sem tudják pontosan az információk alapján, hogy miről van szó. Tehát fontos az, hogy a társadalom is tudja, hogy amit egy nevelőszülő hivatásként maga vállal, azt egyébként nem tolváért teszi, hanem azért a gyermekért, egyébként annak a gyermeknek az eredeti vérszerinti családjáért, egyébként azért a közösségért, községért, városért, ahol élnek, mert nem mindegy, hogy mi van a gyermeknek a sorsával. Ezért is volt fontos lépés, amikor a kormány 2014-ben arról döntött, foglalkoztatási jogviszony lesz a nevelőszülői munka. Ez egyfajta anyagi biztonságot ad azoknak, akik vállalják ezt a hivatást. Az államtitkár hozzátette, az idei évben 850 millió forinttal több jut a költségvetésből a nevelőszülői hálózatok működtetésére, és jövő évtől bevezetik a nevelőszülői gyedet is. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Pedofília. Saját lányát erőszakolta meg hetente többször éveken át az öcsényi férfi. Innovációs fórum. A KKV-k majd 80%-a nem költ fejlesztésekre. Szennyvíztelep rekonstrukció. A tervek szerint halad a munka. Sportfejlesztés. Új eszközökkel bővült a dombóvári tűzoltóság edzőterme. Tolna megyében pénteken hidegfront alakítja az időjárást erős, alkalmanként viharossá fokozódó északi széllel. Délelőtt még sok felhő, elszórtan záporok, majd észak felől csökken a felhőzet, délután kisüt a nap is. Lehűlés kezdődik, éjjel is erős szél fúj majd, már este több felé fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, kitisztul az ég. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatalj.eu oldalon, vagy a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!